Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A titkos jóslás, vagy a titkok jóslata, így nevezem ezt az orákelt, ez egy általános kirakás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjétek ezt a jóslást, ahol titkokról van szó, akkor az személyes, az pontosan arra utal, hogy milyen helyzetben vagy, mit titkol el ő előled, és ez a személyes jóslás megrendelhető e-mailen keresztül. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Asztrológiával kiegészítve 10000 forint. És most megnézzük azt, mit titkol ő el előled. Itt látható, hogy kezébe veszi a dolgokat. Odafigyel mindenre, rendez mindent, az anyagiakat, a munkát, a kapcsolatokat. Itt látható mellette a halál, ez lehet egy örökösödési ügy is, amit neki rendeznie kell. De a kártyáknak mindig van szimbolikus jelentése is. Ez a halál szimbolikusan jelentheti azt, hogy le akar zárni bizonyos dolgokat. Itt a harmadik képen te vagy látható, ha te egy hölgy vagy, és itt a kép mutatja a vonzalmat, a szépségedet, a nőiességedet, ő ezt látja, ő ezt értékeli, de nem beszél erről, nem nyilatkozik. Aztán itt van a betegség, lehet, hogy kifogások vannak, jelenleg nem akar veled találkozni, és azt mondja, fáj a feje, nem érzi jól magát, valaki beteg a családban. Holott megvan a kívánság, megvan nála ez az álom, ez a vágy, hogy találkozzon veled. Hiszen ki akarja mutatni az érzelmeit, ő erre nyitott, de mégis valami betegíti őt. Itt vannak korlátozások, erre utal a 9-es szám, holott láthatóak a kelyhek ugyanúgy, mint itt, és az utal az érzelmekre, a részéről is, hiszen ez a férfi szeret téged, de ez a korlátozás ott van, mert minden olyan egy oldalú. És a 9-es szám az azt jelenti, ez olyan, mint egy kerítés, nem megy tovább. Vannak itt kihívások, nézeteltérések. Ezen neki át kellene tennie magát. Hiszen ő úgy érzi, hogy valaki figyelget benneteket a háttérből, kinyitja az ajtót, és figyeli azt, hogy mi hogyan történik. Itt a képen ugyan egy férfi látható, de mint mindig mondom, a kártyáknak szimbolikus jelentése is van. A háttérben ez a harmadik személy lehet egy nő is. Sőt, itt látható a gonoszság, a hamisság, a hazudozások, és ő ennek tudatában van. Emiatt benne van ebben a labirintusban, és keres egy megoldást, keres egy kiutat. Akkor is, ha kezdetben vannak még korlátozások vagy félelmek, de ő uralkodni fog a helyzeten, ami itt is látható, és mi fog következni? Ő kimutatja a bátorságát, a lelkesedést, közeledik hozzád. És nem csak ez a közeledés látható a képen, hanem átnyújt számodra valamit, ezt a kelyhet, és az utal az ő érzelmeire. Te benne vagy ebben a harmóniában, és megvan ez a belső forrás, megvan nálad az intuíció, az inspiráció, hogy belülről érzed is, hogy így van. Itt lesz találkozás, akkor is, ha a hármas szám azt jelenti, hogy valaki van a háttérben, aki figyelgeti az eseményeket. Lehet, hogy emiatt kicsit bátortalan vagy, és itt megfogsz valamit, tehát itt a múltról van szó, hiszen ezt nem tudod elengedni,
és elfordulsz az események felől. De legyen meg a belső harmónia, amire ez a mérleg utal, mert hamarosan lesz itt egy találkozás, ő bókolgat neked. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, nem csak a párkapcsolatot illetően, hiszen az érmék jelentik a munkát, a hivatást is, tehát ott is lehet egy új kezdet. Ami a szerelmi ügyeket illeti, itt az érmék jelenthetik azt, hogy ő segít téged anyagilag, vagy megvan ez a megbecsülés, hiszen értékel téged. Amit ez a mérleg itt még jelenthet, egy bírósági ügy. Ez lehet a háttérben, ez lehet egy örökösödési ügy, amit neki még rendeznie kell. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!